Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, nem is olyan rég a Soroksári Sportcentrumban csapott össze egymással a Pitbull Team jó pár versenyzője az első Tüske kupáért, MMA és K1, K3 versenyeket és mérkőzéseket láthatunk, és itt ül mellettem egy K1 harcos, egykori olimpiai ezüstérmes birkózó Bárdosi Sándor, te is kint voltál ezen a Pitbull kupán, köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk. Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a bemutatást, István. És akkor most jöjjön az egyik főszervező, aki segít nekünk eligazodni, hogy vajon miért is jött létre ez a verseny. A Tüske Kupa azért jött létre, hogy azokat a fiatalokat, akik a sportot szeretik és a sporttal akarják élni az életüket, és nem az utcára akarnak kikerülni, és valahogy azt szeretnék, hogy érvényesüljenek is a sportba, ezek a fiatalok támogatva legyenek. Épp ezért hoztuk létre ezt a kupát. Az első kupa, ez jótékonysági célra jött létre, az utánpótlásra fogják költeni ezt a pénzt, ami ebből a kupából befolyik. Elsőként Szabó Gábor és Szombat Patrik mérkőzésében lesünk be, de K3-as küzdelem mit is jelent ez egész pontosan? Igen, most közben én is újra átélem. Mit jelent a K3? A K3 az picivel egy... le van butítva, ugye a K1-hez képest? Inkább azt mondanám, hogy a K3 szabályrendszer az nem egészen MMA, de nem egészen K1, inkább a kettőnek egy ügyes összekutyulása, ami arról szól, hogy az egész fiatal, tehát a 10 éves versenyzők is probléma is, és mindenféle komolyabb sérülés nélkül versenyezhessen. Akkor itt a kesztyű gondolom puhább, nagyobb, mint a K1-ben. Lényegesen nagyobb a kesztyű, igen, ez egy nagy különbség, nagyon jó észrevétel volt István, köszönöm. És hát a szabályrendszerben a változások annyi, hogyha földre kerülnek, akkor 25 másodpercet harcolhatnak a földön, ha addig nem történik semmi, akkor fölállítják őket. Ez a mérkőzés végigment, ami azért viszonylag ritka. K1-ben, K3-ban? Hát MMA-ban mondanám, hogy nagyon ritka. K3-ban talán annyira még nem is ritka. Szombat Patrik nyerte ezt a találkozót, 18 éves mindössze. És aztán már is megyünk tovább, K3, Nagy Attila és Takács Péter. Megjegyzem egyébként, hogy ezen a gálán, amit most látunk, K3-ban még 16 éves versenyző is volt a legfiatalabb induló. Ugye a kieséses rendszerben hívtak meg egymással. Hát a 8-as torna, és a 8-as torna szabály alapján küzdöttek meg mindenki mindenkivel. Úgyhogy... Hoppá! Egy gyönyörű ütés volt Nagy Attilától. Hát ez... Már az elején is jobb volt, mint Takács Péter. Hogy ne mondjam, és hogy hát ez innen bizony nehéz fölállni. Igen, én azt gondolom, hogy itt... Vége is, Sándor Béla mérkőzés vezető. Talán jobb is mindenkinek. Főleg ebben a korban. Ilyen fiatalon. Hát ő most egyértelmű győzelem. Egyértelmű, itt nincs vita. Azt gondolom, hogy most ugye, aki vereséget szenvedett, ő neki nagyjából egy fél évig most semmi. Igen. Viszont Nagy Attilára még vár ma mérkőzés. Mózsi Attila, Halik László, ez már a másik ág, a felső ág. Ezen a 8-as tornán. Nagyon keményen kezdett. Igen, nagy lendülettel indultak Mózsi. A fiúk. És úgy látom, hogy földre kényszerítés az egyébként is nagy fegyver egyébként a K3-ban, de előszeretettel is alkalmazzák, ugyanis ez pontot ér, tehát olyan, mint egy találat, ütés, ugás, tehát ez szintén pontot itt ér. Aztán lehet a folytásokat előhozni. Bizony, komolyan lehet, tehát komolyan kell venni a földrevitelt, hiszen győzni lehet vele. Már csak azért, hogyha leviszed ezt már nem kell is. Szétbontani, de a technikák közül vajon mi az, ami hatékonyabb, a birkózó, a kempós, az ökölvívó? Karate. Birkózó ott van benne a keze, ez bizony beszorult. Na, az még talán még nem is nagy baj, ahogy néztem. Meg lejárt az idő, ahogy hallottuk. Ugye 25 másodpercig lehetnek itt a K3-ban csak földön a versenyzők. Ezt megnyerte Alek László, ő jutott tovább a tornán, Mózsi Attilától búcsúzunk. Aztán megyünk tovább, még mindig K3, Asztalos János és Jónás József. Szintén a 8-as torna. Kemény csapkodással indul. Igen, itt még idegesek általában a fiúk, amikor elindul a mérkőzés, akkor egymásnak esnek. Háromszor három percig? Háromszor három perc. A lényegében ugyanolyan időintervallumok mint van. Az dolgoznak, ökölvívásban. Mint az ökölvívásban vagy a K1-ben.
Hú, de szépen talált most. Jónás József. Kifordulás engedélyezett? Hát itt mindent lehet, gyakorlatilag ilyen komolyabb megkötések nincsenek. Hát nagyon elfáradtak itt már. De eléggé szögre került mind a két más. Itt a mérkőzés vége. Jónás József nyert. Úgy tervezzük, hogy egy évben két-három kupát fogunk rendezni. Valószínűleg a következő az még nagyobb lesz, mint ez, legalábbis reméljük. De túl vagyunk a selejtezőkön, ez már itt az elődöntő. Szombat Patrik, Jónás József, mindkét versenyzőt láttuk már egyszer küzdeni. Mind a két versenyző győzelemmel abszolválta az első kört. És ez már itt a döntőbe jutásért vívott küzdelem. Azért nagy előny, hogyha valaki kiütéssel nyer, főleg egy ilyen tornán, hiszen többet tud pihenni. Sokat számít, hogy nem kell végig harcolni, ugye 3x3 percet, mert ez a verseny végére eléggé összegyűlik. Minél több menetet küzd az ember, ugye annál jobban kifárad. Hiába van mérkőzések között adott esetben még egy óra pihenő is, de akkor sem. Esik jól. Új, de kemény volt az a térdrugás. Fejre is engedélyezett, fiatalkor ellenére a K3-ban is. Így van, kickbox, számolni is kellett. Tiebox szabály szerint mennek, és általában a srácok ilyen sportágokból is jönnek. Sándor Béla, Szombat Patrik megnyerte a találkozót, és bejutott ezzel a döntőbe. Igen, Szombat Patrik döntőbe. És akkor lássuk a másik elődöntőt a másik ágon. Nagy Attila és Halik László. Halik Laci az előző mérkőzésen én szerintem eléggé meggyőző volt itt. Attila Károlya is szép volt az első meccsen. Bizony szép. Úgyhogy ez akár döntőnek is beírne. Új, de kemény volt. Lehet ezt is hátulról? Én szerintem ez már nem ez volt már szabályos. Ez már tarkó volt. Ez nem volt szabályos, ez csúnya munka volt. De ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy kifordult. Figyelmeztette is a mérkőzés vezető. Itt viszont megint azt láttuk, hogy hát nem is tudom, milyen ütés volt ez. De viszont sikerült belharcba bemennie és földre vinni az ellenfelét. Ezek mind szépen pötyögnek a pontok minden egyes ütésre, úgyhogy nagyon komoly fegyvertény, hogyha az ember így le tudja a másikat kényszeríteni és le tudja tartani. Nem árt, ha egy picit tud jitsuzni is a versenyző. És vége is, Halik Lászlót leléptette a mérkőzés vezető, akkor Nagy Attila jutott a döntőbe, technikai ahol gáó, Szombat Patrikkal fog majd találkozni. Jó kis döntő lesz. Bizony. Voltam, és egy utcai harcversenyen indultunk, és benn voltunk éppen a mérlegelésen, és akkor kérdezték, hogy hát, hogy akkor a show jelleggel fogják ezt megrendezni, ezt a rendezvényt, és kinek Gyuri milyen nevet ír be becenévnek. És akkor már volt egy pár srác nekem beceneve, és milyen magas, ilyen csontos srác voltam, ezért Gyuri kitalálta nekem az ős magyar becenevet, hogy akkor ez leszek én. Szükség az, hogy egy hiteles ember legyen, aki előttünk áll, és aki az utasításokat meg a kéréseket elmondja. Az én edzőm kickbox világbajnok, világkupa győztes, egy nagyon kemény ember, és mindent, amit tudok, a mentalitást és a szakmai tudást, ezt én tőle kaptam meg. Amit én szeretek, azok a tájboxos elemek, a tér, az ütések, és mivel rengeteg birkozó ellenfelem volt, és gyakran volt az probléma, hogy levittek, így kénytelen voltam megtanulni földharcolni. És amit szeretek, az a brazil jitsu része, hogy folytások, feszítések, technikából megoldva, azokat szeretem. Szinte mindegy, hogy ki az ellenfél, meg kell próbálni mindent megtenni a győzelemért, de azért ilyenkor azért, amikor megtudjuk a nevet, akkor meg szoktuk nézni a videót, mik az erősségei, és akkor figyelembe veszük ezt a felkészülés során, igen. Elképzelhetetlennek tartom, hogy vesztesként hagyjam el az arénát. A győzelemért mindent meg fog tenni, de ugye ez a dolog már megkezdett több hónappal ezelőtt az edzőteremben, amikor elkezdtünk el a dologra felkészülni.
meglátjuk, hogy a beletett munka milyen gyümölcsöt ad. Azt üzenem neked, kösd fel a gatyádat, mert én felkészülten és felkészülve várlak bent a ketrecben. Zatonacki Zsolt az ős magyar felkészülésébe pillanatban megy pillanatra, ő majd Viorel Lipa ellen fog szorítóba lépni a program végén, előtte még majd látunk egy MMA mérkőzést, és természetesen látunk majd még a K3-as torna döntőjét, és Sándor Györgyről beszélt, mint edzője, ő volt annak idején kickbox világban, és ő készíti fel a kickboxing versenyzőit is. És akkor most lássunk még egy MMA mérkőzést, méghozzá Kertész László és Pitbull Team és Besztercai Rajmund Dunaharasztiból. Így van, de ez profi MMA mérkőzés, tehát itt már a földharc a végéig eltarthat, a menet végéig. Akár. Tehát nem kell 25 másodpercet. Itt nem állítanak fel senkit, igen. Itt akkor szól bele a bíró, amikor vége van, és ténylegesen. Hát, fogja. Hát, vagy nagyon csúnya munka is, és elájul esetleg az ellenfél. Ez egy hátsó folytás. És meg is van, kopogás. És ez nagyon gyorsan megvolt, igen, a folytásból. Pont erről elfogyott beszéltünk a levegő pillanatok alatt. Erről beszéltünk az imént. Igen, első földre kerülést gyakorlatilag ki is használta a pitbull versenyzője. Kertész László. Kertész Laci, igen. Ez a te súlyod, ugye? Vagy azért ez már nagyobb? Nem. Ők abszolút az ensőm. Kertész Lacival annak idején még én is kezdőzgettem meg. Nyozgattam, akkor még nagyon fiatal volt, de egész jól kinőtte magát. De ugye ez csak úgynevezett prestige fight volt. Így van, ez egy ilyen kihívásos mérkőzés volt. Ti a profilkövívásban úgy mondanátok, hogy felhozó mérkőzés. Igen.